Üdvözlöm ismétem. Olyan témáról fogok mondani valamit, ami eddig még nem volt. Nagyon sokan nem tudtok gondolkozni. Tudom aztat, és gondolom én aztat, hogy ték főleg a jelenben éltek. A jelenben jár az eszetek, hogy mi lesz a jelen. Nincsen, hogy volt mutatok, és jövőtök lesz. Van a jelen idő, vannak a céljaitok. Mely van egy cél, és örültök neki. Komoly gondok vannak. Aki annak tud örülni, hogy egy célja megvalósul neki. Célkeresése az egyik legnagyobb hibás dolog. Ami van. Annál hibásabb már nincsen. Nagyon sok cél. Találtam egy célt, egy teljesítőt, és aztán mi lett? Örülsz annak, hogy mehettél dolgozni. A célom beteljesült, de nem az én célom, mások a céljai is vannak. Most beszélünk ilyen köznépről. Köznép állapban van egy célja, tanulgat, befejez valamit. Aztán kimegy külföldre, dolgozgat, oda visszamegy, ingázik, és mit ér el valóságban? Semmit! Nem szaporul! Nem szaporulnak, kevesebb lesz az emberiség a földön. Helyette minden gyárnak vannak kurvái, így aztán jól megkurváskodnak jó nagyot. Én nem tudom egyszerűen a sima munkásokat megérteni. Hogy tudnak gyárnak a közelébe gyári kurvákat szétkúrni. Lehet, hogy kapnak pénzt, de egy részét a pénznek a vissza is szerzik a kurvák. Mindenki tudja, hogy a kurváknak vannak, akiknek fizetésük, az így szokott történni. És egy dolog, aki a célt keresi, elkövetett egy nagy hibát, meg az is, aki az oktatást követeli, az is egy nagy hibát elkövetett. Itt az sokkal többet. Ez a trendi divat. Itt is szokás szerint a divatot követik. Én szerintem egy normális ember él kb. 30 évet. 35-öt. És az év alatt el kell tudnia mindent érnie neki. 30 év alatt lehetett. Tennie, csinálgatnia. Nem pedig lenn 30 évesen, vagy 35 évesen neki kezdeni. Az emberek a biológiája. Érdekenek itten 60, 75, 80 éveket. 80 évet meg lehet élni tisztán, vagy 85-öt, 87-et tisztán kokainnal, heroinnal, vízipipálással. Nem pedig lenn ebben a migráns ingázó élete, móda. Nagyon sokan azt teszik, több pénzt kapnak, van szállásuk, megvan, mit kell csinálniuk, aztán meg azt csinálnak, amit akarnak. Ez az egyik legrosszabb döntés. Amire nincsenek tisztában, hogy van következménye. Mindennek van következménye. Én hova jártam? Ott nem volt senes se következménye. Nem tanulták meg, hogy van következménye. Ez két dolgot vethet föl. Az is lehet, én ahol élek, itt sincs semmi következménye. Az is lehet, hogy itten akik voltak, csináltak valami rosszat, átváltak valakiket, akiket nem kellett volna, úgy tesznek, hogy nincs senes se következménye, de valóságban van következménye. Lesz következménye. Nem majd ottan, jaj, amit nem látok, az nem történik meg. Ahol nem megyek, ott nem lesz semmi. Valóságban nem így van. De valóságban úgy van, hogy azok tudják, hogy ti mit tettetek, mit műveltetek. Mindenre emlékeznek még. Külön van jegyzetelve, ha jó tudom. Le van jegyzetelve minden. Ez egy másik idő lesz szó. De most visszamegyünk itten a... Vagy máshol is az van, hogy mindig egy célt keresnek. Van egy célom, a jelen időben teljesedik, és megvan a jelen. Ez nem jó! Gondolkodás.
Hát normálisnak van múltja és jövője. Nekem is volt múltam, és lesz jövőm is. Ha lesz egyáltalán. Mondtam szépen, a normálisok 30-35 évet élnek. Annál többet nem élnek. Minek kell annyit többet élni? Kényszeresen, öregedéssel. Fölösleges. Értelmezzétek, hogy... És az alatt jó sok mindent elérhettem volna. Ha nem lettek volna olyanok, akik gyöngék, gyönge agykapacitásra bíró köznépek, akik szerint legfontosabb a dolgozás, a pénz, gyárba való munka. Gyári munkásnak születtél. Ezzel, hogy eszmert egy párra kijelenteni. Ezt komolyan a emberi jogaimat megsértette. Ezt annyira komolyan mondom, hogy ez már szégyen számomra. Más, mert okoskodni. És azt hitték, hogy úgy lesz, jaj. Nagyon lebecsültek, de nem kellett volna. Mert én bármit el tudok intézni, amit akarok. Nem én intézem el, hanem ez meg fog történni. Nincs olyan a valóságban, hogy nincsen sejne se következménye. És ezt nagyon sokan próbálják letagadni, mert van ez a célkeresés. Itt nem tudom. Önbecsülés, megbecsülés! Álommunka, minden fene, ami van, mind-mind hülyeség. Aki normálisan gondolkozik, az tudja azt, hogy volt múltja, meg lesz jövője. Nagyon soknak a jövő az oktatásban rejlik, de nem az oktatás a jövő. Ha nem vették volna észre a gyenge elmélyek, nagyobb részt azok, akik nem fejezték be az iskolát, azok vitték többnyire. Befejezték azok belenyugvást. Okoztak. Minek, minek így, meg minek amúgy. Égvilágon semmi! És sem fognak menni. Most röviden ilyen témáim voltak, hogy itt nagyon sok hiba van. A legelső hiba az, hogy a köznép, főleg munkások kapják a 200 eurós fizetést, boldogan letorrentoznak mindent. És nem becsülik meg a munkájukat. Nincs bennük annyi tisztelet, megbecsüljék, akik feltörték a játékot. Az is munka. De azt nem nézik, hogy valahonnan meg kell szerezniük a pénzt. És kik lesznek a hülyék, akik megszerzik? Azok, akik folyton letöltötték filmeket, sorozatokat, játékokat játszogattak rajta. Tehát az agyuk annyira megromlik, hol lebélyek, feltörik gépüket, bakfellelát, innen, reddi, baszkot, rendelgetnek, megvan a kódjuk. Egy-kettő átrúzzák a pénzt, és már megvan a fizetés. Hogy tudnak gondolkozni, de ti nem tudtok. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!